Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax is, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Mai filmünk egy rendkívül ambiciózus kifi alkotás, amely egy olyan jövőbe visz minket, amikor központi csillagunk haldoklik. Az emberiség utolsó reményeként egy küldetés indul a naphoz, hogy újra életre keltsék azt. A történet nem csak a technológiai csoda és a tudományos kihívások körül forog, hanem bemutatja az emberi lélek és a túlélési ösztön összecsapását is. Olyan kérdések merülnek fel, mint az emberi bátorság határai, az önfeláldozás, a kapcsiság és a megváltás. Olyan utazásra hívunk, amely tudomány és a dráma között egyensúlyozva mutatja be, hogy miként érinti az emberi lélek a kihívásokkal teli küldetést. Ezúttal tehát a 2007-ben készült napfény című alkotást járjuk körül. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Parallax 92. része. A mikrofonnál Pécsi Géza. Szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat, elsőként Vice Miklós. Szia Miki! Hello, sziasztok! Illetve Barkóci Norvi. Szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Na, hát ugye napfény, napfényről beszélgetünk, most így az elmúlt hetekben elég sok napfény érte a Kárpát-medence részét laposföldnek. Nagyon meleg lett, és hát nem sokára kezdődik az iskola. <laughs> Jól összefoglalom. Igen, hát igen, ez ilyen neg negédes része a nyárnak. Viszont én azért örülök, mert mindig az szokott lenni, hogy Augusztus 20-a után jön egy hidegfront, és akkor onnantól kezdve vége van mindennek. Hullanak a levelek, és akkor ilyen érfelvágós időszak köszönt ránk, de most, most ez, ez eléggé kedvező. Mi ti mit gondoltok? Hát a meleg az, az alapjáraton, az teljesen okés, okay meg főleg nyilván nyáron, tehát azt szereti az ember, de most itt az elmúlt mondjuk egy hét, az, az, az már kicsit túlzásba vitt eléggé masszív volt, vagy ha azt is mondhatnám, hogyha ezzel az egy hét alapján akarjuk megmondani, hogy mikor fog a napunkból az üzemanyag elfogyni, akkor azt, azt, nem mostanába, mert, mert nyomatja, úgyhogy hát nem tudom, medencével, meg, meg légkondival túl lehet élni, de ezen kívül nem tudom még milyen alternatív megoldások vannak. Hát ugye a látszat csal egyébként, mert valójában ez a nyár, ez egyébként amennyire én meg tudtam ítélni, az kifejezetten enyhe volt leszámítva tényleg ezt az elmúlt egy hetet. Tehát, hogy annak ellenére, hogy mondták, hogy, hogy, hogy bődületes hullámok jönnek, jöttek is Európa déli részén, ugye? Tehát a Mediterránium térségében, a földközi tenger környékén nagyon brutál hőhullámok voltak. Most ehhez képest egészen eddig itt, itt, mi elég jól kimaradtunk belőle, itt a végére durvult be. De azért is mondom, hogy a csal, mert ugye a napot emlegetitek, de ugye az a vicc, hogy, hogy mi majd olyan egy milliárd év múlva pont akkor leszünk abban a helyzetben, hogy elforr a el, el, elforra földről a víz, és nem marad már, és, és hát akkor már nekünk meszeltek. De az ugye pont, a, tehát mi pont, hogy akkor lesz itt a legmelegebb, amikor a nap már már kihunyóban van, úgymond, ami persze egy hosszú, több milliárd éves sztori, Szóval érdekes dolgok ezek. Biztos erről is lesz szó most. Géza, te, te neked milyen? Tehát ott a, ott, ott a személygépjárművekben, amiket te annyira szeretsz, biztos nagyon jó légkondik vannak, de milyen módon tudtad átvészelni? Nem uh, szeretem a légkondi túlságos használatát. Uh, viszont viszont Aha. egyébként nagyon érdekes, hogy most nyáron is utazgattam itt oda és mondtad most, Miki, hogy, hogy elég enyhe volt ez a nyár. Hát érdekes, hogy egyébként én mindig így szerencsés vagyok, vagy pont úgy jött ki, hogy mindig akkor utaztam mediterrán térségbe, amikor itt ilyen hidegebb volt. Ugye volt uh, július végén, augusztus elején az időszak, amikor már ilyen 13-14 fokos esték voltak. És azt sikerült Olaszországba tölteni, meg Franciaország is érdekes, hogy Franciaországba például pont arról panaszkodtak nekem, hogy olyan szintű asszályban, hogy, hogy patakoknak mm -hmm. folyók száradnak ki. Így van. És Magyarországon meg ugye hát ez a nyár minden volt, csak nem asszályos. Na hát ez az, igen. Igen, Tehát ez nekem ez például éves. egyszer sem kellett locsolnom füvet például, és, és egyszer sem szárad ki a fű, ilyen, ilyen nagyon ritkán van. Na de mielőtt belekezdenénk a beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, premier előtti tartalmakért, valamint ennek a műsornak a hosszabb, exkluzív változatáért fizessetek elő a patreon.com per is oldalon keresztül. Ha pedig velünk tartotok, most ebben a műsorban felfedezzük a film mélyebb rétegeit, elemző szemmel vizsgáljuk a karakterek pszichológiáját, és megpróbáljuk megérteni, hogy miért e, keletkezett ez az alkotás. Hú, azt én is szeretném <laughs> megérteni. <gül> 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 hát azért most, <laughs> ez, na, ugye ez beszéltük már előtte is, hogy ez minden, csak nem. Ez ki. Ja. Inkább fi. Igen. Ez is egy hálás vitatéma, hogy a sci fi az, hogy kell magyarul kimondani. Ezek szerint ski, vagy én nem tudom, sci-fi. Én nem sci tudom, én csak így, így szoktam kimondani, de hát. nem vagyok nyelvész, de biztos no. a feleséget hát, tudná. De, de, hát nem a nyelvészek nem azt csinálják, hogy tudják, hogy hogy kell a dolgokat mondani, hanem hogy megvizsgálják, hogy az emberek maguktól mit mondanak, és hogy abban milyen törvényszerűségek ismeretök fel, tehát ne keverjük őket a nyelvművelőkkel össze. De, fe, de érde, érdekes kérdés, hogy ezt hogy kell kimondani. Én próbálom ugye mindig elterelni a dolgot valahogy, a tudományos fantasztikus lehetne úgy rövidíteni, hogy tufa, de ugye ezt nem azt meg, senki nem érti, ugye? Na nem baj, szóval sci én cifinek mondom, ugye De akárhogy is mondjuk, egyetértek az értékítéleteddel, hogy, hogy, hogy hát e, a fik, fikció is mű. Ez ilyen értelemben, hogy nyomokban tudományszerű dolgot tartalmaz, amitől nekem egy kicsit még fájdalmasabb egyébként, nem mintha amúgy, amúgy egyébként nem lenne elég fájdalmas végignézni ezt a, ezt az, hát én szerintem egyesített támadást az érzékszervek ellen természetesen egy filmnek nem feltétlenül az a cél, hogy szórakoztasson. És akkor pont elkezdtem ezen gondolkozni, hogy nekem mi, mi, mi az, amitől én azt tudom mondani egy science fictionre, hogy jó. És akkor ez, 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 egyik olyan dolog, az tényleg nekem speciál, valószínűleg szakmai ártalomból, az számít, hogy, hogy legyen tudományos megalapozottsága, legyen egy érdekes, elgondolkodtató keret, vagy történet, amin ugye az ember úgy utalag is tud gondolkozni. És hát az sem egy mellékes szempont, hogy hogy, hogy, hogy szórakoztasson, bár az utóbbi az elengedhető, mert például megnéztük ugye az Európa rejtély című filmet, megbeszéltük, hogy az hosszában eretvágós film, ugye, amikor de cserébe legalább tudományos szempontból tökre ott volt a szeren. Vagy aztán ugye ott volt ez a másik történet, amikor a Marsról ér, a, 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 annak mi is volt a címe? Amikor a Marsról ért az Nem, 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 az élete, Vagy... a, a, mi, mi a címe? A, Life, élet. igen, igen. Amikor a, amikor a nemzetközi űrállomáson elkezdett tenyészni a marslakó, és mindenki meghalt, de az legalább ami elgondolkodtató volt abból a szempontból, hogy tényleg hogy kezelnénk egy ilyet. Tehát, hogy, hogy ezek mind-mind, igen, depresszív, a horror, horror határait súroló, uh, brutál sztorik voltak. Tehát nem az, amiből úgy jössz ki a moziból, hogy hú, de jót szórakoztam, de legalább, ugye, volt gondolat, volt, most, az a vicc, hogy itt ugyan van egy dráma faktor, igen erős drámai sztorik vannak, de, de, de sajnos tudományos szempontból nehéz találni bármi olyat, ami, ami jó, és emiatt nekem nehéz volt. <laughs> Gyorsan foglaljam össze akkor, tehát 2057 van. És akkor ugye van, van nekünk egy ilyen egy ilyen helyzetünk, hogy a nap haldoklik, már nem tudja fölmelegíteni a földet, és akkor ott a földön kapargatják a havat, meg ilyen hógolyó föld van szerint. Tehát arra hasonlít nekem ez a, ez a kép, amit bemutat a film. És ugye már indítottak egy Ikarosz egy nevű űrhajót, ami egy, egy, nukleáris bombát visz maga előtt, viszont itt egy, egy kérdésem lenne majd, de majd később Mikihez, és az nem jár sikerrel, és utána ez az Ikarosz kettő misszió indul, amin emberek ülnek, és akkor itt az a lényeg, hogy újra akarják indítani a napot. Na már ez egy kicsit furcsa, de kérdezném Norbit, hogy Norbi, te, te mondtad, hogy beszéljük ezt a filmet, akkor légy szíves, mondd el a véleményedet róla, mert mi nem akarjuk itt a Mikivel itt. <gül> <gül> mi nem, mind már mind jól mind. megadtam az Igen. Rám Rámhúzáztok a vizes lepedét, hogy én, én voltam? Nem, ráthúzok, csak kíváncsi vagyok, hogy... Mi, hogy mi, mi, mi fogott <laughs> meg ebben az alkotásban? Hogy, de Miki. hogy miért? Igen. Nagy részben egyetértek azzal, amit Miki mondott, a tudományos meg nem alapozottság. Tehát itt most nagyon-nagyon-nagyon hunyorítani kell, meg becsukni a szemünket, meg elnézni, hogy kihúny ki ki a nap, és felviszünk annyi nukleáris robbanóanyagot, meg hogy visszük fel. Az egyik kedvenc jelenetem is van, ugye, hogy, hogy űrben, űrruha nélkül, amit már beszéltünk korábban. Ajaj. És ezeket aláírom. Tényleg, 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 ezek, 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 hát nem, nem mennek át a szűrőn, de viszont mondtad, Miki, hogy még ellenben még nem is szórakoztató, ezzel nem értek egyet, mert mondjuk nekem, nekem nem azt mondom, hogy az egyik kedvenc, de, de ott van a, a jobbak, a jobbak között. A napfény című film. Azért is szeretem igazából, mert ugye Danny Boyle rendezte azt a filmet, akit, akit ugye szeretünk alapjáraton, egy tra train spotting, meg 28 nappal, héttel, már lesz majd majd hónappal később is, Gettungliomos, ugye? Úgyhogy ő, ő a skiffi műfaját Tud, nem, nem nincs, nincs annyira közel hozzá, úgyhogy én, én, én átfutottam a, a kis euh, bibliográfiáját IMDB-n és más Skifit annyira nem láttam a neve alatt, úgyhogy ez is tök jó, majd, hogy nekem amúgy fura volt, hogy ő, ő Skifit rendez, és um, hát igen, persze, belefogunk, meg bele is kötünk, ahogy, ahogy az kell, de ezektől függetlenül én ezt a filmet szoktam ajánlani, aki, aki szereti mondjuk a Skifi, inkább Fi, meg mondjuk a, még egy a kicsit a horror, horror műfaját. És hát mit, mi más mondhatnék, hogy Kilian Murphy a főszereplője, aki egy Robert nevű fizikust alakít. Hoppá! Hmm. Nem is egyszer, ugye? Most az Oppenheimer is hasonló a felállás, Ó, de tényleg. ő már itt alakított egy Robert nevű fizikust. Aki, aki hogy hogy nem egy atombomba ért felel? Így van. Egy, igaz ugyanúgy ez egy menhettem méretű atombomba. És ugye ezt mondják, na ez, ez akkor, akkor térjünk erre rá. Azt írja, én, én, mondjuk angolul néztem. Meg akarod úszni, hogy elmond, hogy mit gondolsz a filmről. Mindjárt elmondom, csak egy, egy, kérdés most, amíg nem felejtem el. Tehát, hogy, hogy, ez a fission bomb, azt mondja, hogy fission bombot visznek. Ez, ez mi ez a fission bomb? Tehát ez egy, ez, egy, bomba. ez egy Ma, A magyar bomba? szó atombomba. Igen. Ugye van a fúziós nukleáris fegyver, az a hidrogénbomba, és a fission, tehát a maghasadással működő tehát közönséges. Bomba. Ezekről fájóan kevés infót ad a film, tehát csak hogy mehettem méret is. Jó, igen, és hogy, és hogy az a Földnek az összes, összes. az összes lehetséges ugye, urányát, mert mi mást Belegyöm kibányázták hozzá, ugye azt igen. mindenki tudja, hogy a 238-as és 235-es urán között a 235-as hasadó, és ebből, ebből nagyon kevés van a Földön, mert ugye Elvileg ugyanannyinak kéne a kettőből lenni, de 2.35-ösből kevesebb van, és ezért dúsítják az uránt, hogy hasadó uránt hozzanak létre. Hát ugye azért van kevesebb, mert bomlik ugye az adott izotóp, tehát az évmilliók alatt szépen lebomlik mássá. És pont ez a bomlás az, amit szerettünk például energia termelésre, vagy ha úgy alakul, akkor bomba robbantásra felhasználni. Igen, hogy, hogy ugye ez egy Igen, önelem, mert hogy ami... kettő, kettő kisebb rendszerú anyag így keletkezik, van, és uh, van, sugárzás van. és energia szabadul fel. Igen. No, de még ha egy menhettem méretű golyót is összegyúr az ember ebből, abból is. Tehát olyan szintű milliárdos nagyságrendű tévedésben vannak azok. Ezt akartad kérdezni? Csak, csak ezt, ez, ez most gyorsan. Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye van ez az elalamányi dolog, hogy azt hiszem, hogy ha 20 vagy 27 centi átmérőjű golyót csinálsz, azt már nem csinálod, mert akkor már robbant. És ugye a Noyman János tervezte azt, a, azt az eszközt, amivel konkrétan így összerobbantották a második atombombát. Igen, hát ezt majd az Oppenheimer izénél, filmnél majd biztos megbeszéljük, mert ott lehet látni. Majd megbeszéljük, igen. Ilyet, ahogy szerelnek össze ilyeneket, de a najman az azt csinálta, hogy tényleg a, ugye a, a, az impló, az a robbanás az egy explózió, egy explosion, annak az visszafelé csinálása az az implosion, az olyas, olyasmi, hogy úgy robbantasz valamit körbe, hogy a közepén érjen el egy maximális nyomást, hogy, hogy azzal mondjuk a két kritikus tömegnél kisebb hasadó anyagdarabot darabot összenyomja egymásba, és akkor már kritikus tömegnél nagyobb hasadó anyagdarabá várjon, de ennek nagyon gyorsan kell történnie. És beindul a láncreakció. De egy egy, 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 rövid ideig, de határozottan egybe kell tartani a kettőt, hogy elég nagyot robbanjon, mert így se tud akkor átrobbanni amúgy, ez az érdekesség az atombombáknál, és akkor már rákanyarodunk a filmre, hogy, a, hogy az atombombáknál az a úgymond gond, hogy amikor egy atombomba felrobban, akkor igazából a kritikus tömegnyi hasadóanyagnak hasadó anyagnak csak egy része robban föl, mert egészen, egész egyszerűen annyira gyorsan és hevesen történik a robbanás, hogy még, még csak nem is tud elhasználódni az egész tüzelőanyag, mert ugye maga a robbanás az szétviszi a cuccot, és ezzel leállítja, hogy még nagyobbat robbanjon, holott, hogyha lenne valami módszer, hogy, hogy, hogy a adott ideig egybe lehessen tartani egy akkora golyót mondjuk, az, egy, az még nagyobbat tudna robbanni. Tehát ugye hogy, hogy a jelenlegi atombombák ilyen értelemben nem hozzák ki magukból a maximumot. Elég csúnyán fogalmazzak. Na most itt, itt a nap esetében, ugye különösen vicces az egész, mert a nap az egyébként, tehát lényegében egy, 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 egy kordában tartott hidrogénbombaként működik, tehát nem egy fissziós, hanem egy, vagy hasadásos, hanem egy fúziós bomba elvével, amit meg ugye, ha már a itt emlegetted az előbb, akkor a telleredét meg még inkább emlegetnünk kell majd a hidrogénbombához. Tehát a nap az jelenleg így működik, mert a nap az túlnyomó részt hidrogénből és héliumból van. Meg persze van ott oxigén, nitrogén, szén, meg minden, de az alapkoncepció az mégis az, hogy hidrogének alakulnak át héliuma, és közben energia keletkezik. Hidrogén az az egy proton. Igen, persze, hiszen itt hidrogén mag, ugye? Mert ugye nyilván itt plazma van, tehát itt ilyen több millió fokos hőmérsékleteket kell a nap belsejében elképzelni, vagy több száz millió fokos akár. De azt hiszem 6000 Kelvin kell, hogy elinduljon, ugye? Nem, hát a fúzióhoz sajnos sokkal több. Igen? Na, sokkal magasabb ümérségetek kellenek, tehát a tok egy tokamakban például milliófokos plazmát kellene létrehozni, tehát a nap felszínén mondjuk 5-6 fok van, de ugye a nap belsejében, ja, igen, ugye igen, ott igen. sok millió fok van. Na, de pont ez a vicc, hogy én szerintem arra gondolhatott a költő, hogy bevisznek egy atombombát, tehát egy, hogy mondod, egy maghasadási bombát, bejuttatnak valami miatt a napközepébe, ami ott csinál egy nukleáris robbanást, ami azonban beint, mint ahogy a hidrogénbombában is egy atombomba rob indítja be a fúziót. Tehát úgymond a, a gyutacs a hidrogénbombához az egy kisebb atombomba. Ugyanígy valószínűleg itt is az lehetett a koncepció, hogy valami miatt a nap az nem működik, de majd akkor egy nukleáris robbanással olyan anyag sűrűséget lehet elérni, hogy majd újraindul a fúzió. Ez sok sebből vérzik, de elsősorban abból a sebből végzik, vérzik még egyszer, hogy, hogy, hogy nem egy menhetem méretű plutónium vagy urángömb kéne ehhez, hanem mondjuk egy milliárdszor annyi, tehát olyan szintű... Egy Jupiter méretű. Mondjuk, bár most ezt így nem számoltam ki, lehet, hogy elég egy föld méretű, vagy ilyesmi, de az biztos, hogy... hogy, <laughs> De másik nagyobb, súlyosabb kérdés az, hogy mitől áll meg a nap. Tehát, hogy mi, hogy Na, hogy mi ezt, ez ezt akartam story? mondani, de hogy azt Igen. mondják, hogy a napnak is vannak ciklusai. És Én hogy van, van, amikor nem süt annyira, van, amikor igen. jobban süt, meg hát hogyha a, sok a napfolt. Igen. Nem... igen. Annak van egy ilyen 11 éves fényesség, fényesség szempontjából 11 éves, a nap mágnesezettsége szempontjából 22 éves, de van egy napfolt ciklus. És még ezen túlmenően is persze vannak e, 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 ezen a cikluson felül, vannak a napnak nyugodtabb, meg aktívabb időszakai. Például ugye, a, 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 mikor beszéltünk a kis jégkorszakról, meg a maunder minimumról, korábbi adásokban, meg ilyesmiről, akkor lehet tudni, hogy, hogy persze például volt a a kora újkorban egy hideg periódus, ami, ami, azzal esett egybe, hogy nem voltak napfoltok, és a Földön tényleg sokkal alacsonyabb volt az átlagkőmérséklet, mint mostanában, és aztán ez ugye helyreállt, és akkor megint megjelent. De volt egy száz év, amíg nem voltak napfoltok, és a napból kevesebb kakaó jött. De azért ez még mindig, ez, ez tényleg ez ilyen Hát még a legnagyobb jó is azt mondanám, hogy ez még egy százaléknál is kisebb ingadozás, amiket itt művel a nap. De Norbi erre ezt utalás a, fi, utalás a film, hogy ez, ez valami periódikus probléma miatt van, vagy... Én nem ennyire emlékszek, nem. Tehát ezt is ilyen nagyon ö, nagyvonalúan Kihagyja. rábízza, Tehát nem a is, hallgatóra persze, rábí, rábízza <laughs> egyrészt. Um, de amit amit mondtok, igen, ez, ezért is szoktuk mondani, nem, hogy a napenergia is, atomenergia, csak tisztes távolból, ilyen szempontból. <laughs> és igen, mondtátok ugye, hogy meg a film ugye egy mehetem méretű bombáról van szó, és hogy még ez is kevés. De hogy a másik oldalról, meg ugye az is Kérdéses, hogy azt mennyi idő lenne akkor a tömeget felvinni, felbocsájtani. Mert ugye azt, azt tudjuk jól, de Miki javítsd ki, tévedek, ugye a hasznos teher általában ilyen, ilyen, ilyen 5-10%-a szokott lenni az ösztömegnek, tehát ugye az üzemanyag viszi el a, a döntő részét, úgymond a relatív, nagyon kevés hasznos tehert tudunk felvinni, hát Há, hány, nem tudom, hány év, tizel, vagy jó mondjuk ötven évvel játszódik a jövőbe 2007-hez képest, de szerintem tör, hány száz év, vagy hány ezer év kellene az, hogy felvigyünk ennyi, ennyi hasznos tömeget az űről. Tehát az és még, és mert, ahogy mondtátok, az is nem elég. Igen, és hogyha hideg a föld, akkor valószínűleg technológiai fejlettség is megáll egy idő után, tehát... Hát igen, igen. Ugye a németeknek is meg kellett állni, ugye Oroszországban, amikor jött a tél, tehát a precíz és, és, fejlett ipar, meg az elektronika az azért kíván egy olyan klímát, ami nem mínusz 80 fokos. Persze, de hát az ember az mindenre rá tud tanulni, tehát ezt mondjuk speciál, ezt a kisebb problémák körébe sorolom, annak ellenére, hogy természetesen nyilván egy, egy, gigantikus és, és a belátható jövőben megoldható feladat, egy megoldhatatlan feladat, bocsánat, egy menhettem méretű, uh, nehéz anyagból készült tehát egy, 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 az egyik legnehezebb elemből készült golyót fölvinni az űrbe. Arról nem is beszél, hogy ez tulajdonképpen, hogy kell ezt elképzelni, ezt az óriás bombát, vagy mit. Tehát, hogy de, de legalább ott, ott nincs alapvető fizikai probléma. Tehát, hogyha elképzelünk egy világot, amiben nekünk korlátlan energiánk van, és mondjuk nem tudom én, ráállítunk egy, egy néhány millió embert, hogy más se csináljon, mint ezzel foglalkozzon, mert megtehetjük akkor. Tehát legalább el tudom képzelni, vagy, tehát nem tartom konkrétan fizikai törvények által lehetetlennek azt, hogy, hogy hogy, hogy, valami, egy, egy baromi nagy golyót fölvigyenek az űrbe. Tehát az biztos, hogy nem lenne egyszerű, meg biztos, hogy, hogy, hogy lemerjük, lemerhetjük fogadni, hogy 50 év múlva még nem fogunk ott tartani, de legalább nem mond ellent a fizika törvényeinek. Tehát el, megadhatjuk azt az esélyt, hogy mondjuk ezer, tud, ezer, év múlva majd tudunk ilyet csinálni, például valami, ma még nem ismert technikával, de de hát ugye, azért vannak ennél. Ennél nagyobb bajok is akadnak. Most, az, még egy, még, bocsánat, igen. mielőtt belekezdené, hogy a, a, arra sem tesz szerintem utalást a film, hogy ez milyen fajta rakétet, tehát a Icarus 2-nek milyen hajtóműve van. Látunk ezt azt, arról le, le lehet vonni következtetést, csak meg az előző kérdésedre akartam reagálni előbb, hogy, uh -huh. hogy, hogy hogy mi ez. Most a filmnek van egy háttértörténet, ami ugye a filmből nem derül ki de a hozzáírod dolgokból, amik hivatalosnak tekinthetők, abból az derül ki, hogy itt ugye nem arról van szó, hogy a csillagnak az ő hagyományos életciklusában történik valami, mert ugye egyébként azt ti is tudjátok, meg a hallgatók is szerintem, hogy a napnak, hogy ezt mondjuk madács gondolták úgy, amikor még azt hitték, hogy a nap a szémből van, és egy idő után el fog égni, és akkor jön az eszkimó jelenet, meg minden, amikor a föld kihűl, tehát kb. azt történik, mint amit a filmben látunk, de aztán, amikor a Hans Bethe kutatásai nyomán, aki szintén benne van az Oppenheimer filmben, <laughs> kiderül, hogy, hogy a, maga, a nap az, az magfúzióval működik, akkor onnantól az is kiderült, hogy a napnak az a jövője, hogy felfúvódik, és egy óriási nagy vörös óriás lesz belőle, ami és az oda vezető úton nagyjából egy milliárd év múlva eljutunk oda, hogy lepörköli a Földről a a vizet, meg, meg ilyesmit, meg egyébként aztán majd később elnyeli a Vénuszt, meg a, a Merkurt is, meg a Vénuszt is, és akkor szépen lassan fölfúvódik a nap, amivel összességében csökken a hőmérséklet, de mivel annyival közelebb kerül hozzánk, mi ebből a Földön pont azt fogjuk érzékelni, hogy bizony-bizony, uh, meg mi itt szétégünk. Na, de a filmben nem ez történik, hanem a filmhez az a duma, hogy itt egy úgynevezett Q-ball, vagyis egy Q-golyó, ami egy, egy, hát egy elméleti, elméleti fizikai megoldása, egy, egy ünnezett megoldása a, a, sötét, a sötét anyagnak. És egy, tehát egy, egy sötét anyagból álló, valami jelenleg ismeretlen, részecskéből, részecske típusból álló a anyag golyó, ami véletlenül benyelődik a napba, és elkezdi a napot belülről felemészteni. Tehát itt az a sztori háttere, amit szerintem a filmben el se hangzik, csak hogyha például rámentek a filmről szóló Wikipédia oldalra, akkor ott ez kiderül, hogy itt az, az, a sztori, hogy egy ilyen sötét anyagból álló golyó bluty benyelődik a napba, és elkezdi belülről felemészteni a napot, és ezért van az, hogy a napnak nem nő meg a mérete, meg nem kezd el vörös óriásá válni, meg ilyesmi, hanem egyszerűen csak Csökken a luminozitása, vagy hát a kevésbé világít. De én ebben az esetben igazából csak azt érzem, hogy jó, akkor vegyünk egy egzotikus valami anyagot, fekete, a anyag, és akkor az, nem tudunk róla semmit, úgyhogy ez jó lesz szóval. Ergo ez lusta forgatókönyv. Nagyon. Akkor... Nagyon lusta forgatókönyv, mert valószínűleg az egész az kb. olyan sztori, mint amit egy óvodás leírt volna, és akkor ebből lett az egész. Amúgy az az érdekes, hogy egyébként olyan embereket kértek meg konzultálni, mint a Brian Cox, aki, aki egy asztrofizikus, és a BBC-n van műsora, meg rockstar volt korábban, meg minden, szóval ő, ő, egy ismert szereplő. És, és, és ugye az a helyzet, hogy, hogy ő el is ment, és előadást tartott a naprendszerről, meg a nap működéséről a stábnak, de persze nem, mi, nem, ő, nem ő ő találtak ezeket a hülyeségeket, csak ez a tipikus esete, amikor a film azt tudja állítani, hogy nagy szakértőkkel konzultáltak, mert tényleg konzultáltak, meg elhívták, hogy tartson néhány előadást, és akkor ezek után csinálnak valami ilyet. Igen, lehet, hogy fel kellett volna venni az előadást valahogy. És visszahallgatni mellett. Tudod, ez a. Mit is mondod, hogy mi, mi van? Hát, mindegy, legyen így. Hát, szerintem konkrétan be. csak azért hívták meg, hogy a nevét rá lehessen ja. írni az ja. kész. És eleve, eleve tudták, hogy pont, pont hidegen fogja őket hagyni, nagy valószínűséggel, amit mond. De hát ez így szokott lenni elég gyakran Hollywoodban. Bár ez nem hollywoodi produkció, hanem brit, ugye alapvetően. Igaz? Ezt jól gondolom? Bár ugye a Fox Fox Silver uh, Searchlight produkció, tehát végül is a Fox csoport adta ki, de valójában például Londonban forgatták nagy részt a filmet, és ott előbb mutatták be, mint Amerikában, szóval nem tudom. Így, van, így van, így van, a Fox-a forgalmazást Jambos. végezt, főleg inkább, igen, uh -huh. igen, igen, Na, de hogyha mondjuk rákanyarodunk rá ugye itt a, a technikai részére, mert oké, okay, hogy most jó, kihűlt a nap, ezt szerintem nem fogunk rájönni pontosan, hogy miért, de hogy ugye viszik oda ezt a mehettem méretű hasadó bombát, és beszélnek erről a dead zone tehát az, az, a no comms zone, tehát, tehát ahon már, ahonnan már nem tud uh, visszamenni a föld felé uh, jel, rádiójel. Ugye ez meg van említve, hogy akkor oda belépnek. Az egész bomba elején pedig valami fajta ilyen tükrök, vagy valami ilyen, ilyen napfény. Uh, ez valami nappal is. Nappal is, de ugye az, az, az mi lehet? szerintetek. És ez, és ez mindig hogy fordul, mindig így forgatja az egészet, és akkor van az a szoba, ahova be tudnak menni, és akkor ott bele tudnak nézni a napba. Ez is akkora nagy böszmeség, tehát hogy most minek néznéd a napot? És akkor bemész, ugye úgy kezdődik, hogy most ez a kétszázaléka fényesség, és hogyha ezt felhúznád 70 akkor szétégnél. De nem minek néznéd a napot? Most nekem, nekem alapvetően ez, a, ez az ilyen kicsit ilyen, tehát a veszettségnek van egy olyan része, amikor csak nézed a napot. Ugye, nem is szó, és csak nézed a napot, és ezt mondják, hogy ez, az, az, mert, ez már nagyon rossz, amikor a napot nézed. Szerintem, amúgy ebben még lehet tudtam. is valami, mert van a filmnek egy ilyen kis, nagyon kis vékonyka, nem annyira nagyon hangsúlyos, Ilyen természetfeletti dolga, és ugye többen is, ugye talán ugyanazt támadják, hogy a nap állnak, zuhannak, okay. és, és a, a napnak a, a bűvöletét is ugye több szerep ugye ott van, ez is elég elcsépelt, Ugye a, a pszichológusa, aki a, nem tudom, a, a, a legénység pszichológusa, aki ugye meg fog őrülni, vagy hát, leg, leghamarabb ő, ő kezd el, ő kezd el bámulni, és a napnak a, a, a hát, ja, konkrétan egész napot van abban a, a, abba a teremben, ahol lehet ezt nézegetni, és már teljesen le van, le van bármul, meg hámlik le az arca, de aztán a kapitány is, meg az Icarus egyennek a kapitánya is, úgyhogy van egy ilyen ö, ö, dolog is az egészben, meg hogyha úgy nézitek az egész filmet, ugye, hogy, hogy alapjáraton egy, ez egy ilyen, hát hasonlat vagy metafora, mondjuk az Isten és az ember ö, közti kapcsolat, vagy ellentétre, ugye egyértelműen nyilván az, az Isten a, a nap szimbolizálja a filmben, az embert meg, hát mondjuk az űrhajó, vagy mondjuk maga a bomba, és kicsit előre halad, hogy a film legesleg végén emlékeztek arra pillanatra, mikor már nagyon-nagyon-nagyon már sokat uh, rángó, rángózott a kamera, és villogtak a fények, és, <laughs> és akkor egy pillanatra megáll a, a napnak a tüze a főszereplőnk előtt, és akkor úgymond a két világ találkozik, egy pillanatra ott megáll a tér és az idő. Tehát van egy kicsit ilyen misztikum része is a dolognak, még hogy elsőre nem is esik le nekem, nekem van egy ilyen sejtésem talán. Van egyébként, egyébként tuti. Amúgy most, amit az előbb mondtam, tehát a veszettség azért, mert ugye a veszettségnél nem, nem bír az ember nyelni, és kiszáradás van, és ugyanez, amikor például tengeren, ugye nem, nem tudod meginni a tengervizet, elkezdesz kiszáradni, és akkor is, hogy a napot nézik az ember. Ez nagyon, nagyon érdekes. És hogy ugye a napot nem nézheted sokáig, meg kiég a szemed, ugye a retinát kiég az UV-sugárzástól. De valahogy, tehát nekem ez volt fura az egész filmben, hogy ez kifi, akkor, akkor miért van egy ilyen misztikus vonala, hogy emberek nézik a napot, is? És... Hát ez ilyen, meg hát miért, mert miért horror vonala is van, meg minden, tehát akkor miért ne lehetne... Na az a másik, arra majd rátérünk. Miért, miért ne lehetne ennyi vonala? Hát ugye eleve az Ikarusz nyilván, hát ugye mi, mi, ez, hogy, hogy eleve egy űrhajót elnevezni úgy, hogy Ikarusz. Rosszó omen, oh, nem? Ugye? Gondolnám. Tehát ez már ennyi Titaniknak is lehetne nevezni. <laughs> Igen. Ez, semmi hiszem. Elsüllyezhetetlen kettő. És érted, akkor a, nem az, hogy a második űrhajót elneveznék, mit tudom én, Dajdalosznak, vagy Igen. minden, nem, rossz kettő, Ez tudod, ez olyan, mint hogyha a Titanic kettőnek nevezték volna el a Britannicot, vagy mit, mit. Szóval. na jó van, hagyjuk, persze, hát nyilván bele, be, bele volt kódolva a sikerületésbe, na, ugye no ezt omen, de persze, hát erre tudatosan rájátszott a, a filmkészítő, az a baj, hogy szerintem a jó drámának, mint hogy nagyon sok drámai jelenet van itt, konfliktusok, amikor a emberiség közös sikere érdekében elhatározzák, hogy meg kell halnia egy-darab embernek a fedélzeten. Aztán konkrétan az egyik elindul, hogy lemészárolja a kollégáját, aztán kiderül, hogy ő már megoldotta magától, mert öngyilkos tett. De, de, de hogy tényleg azért vannak itt iszonyatosan nagy drámák ebben a sztoriban. Csak közben azt azért nem tudom megérteni. És ettől, ettől, lesz nekem, tulajdonképpen ettől lesz, és itt összekapcsolódik a tudományal, vagy inkább a technikával. Attól lesz nekem rettenetesen idegesítő az egész mégis, hogy miközben ekkora drámák vannak, hogy tényleg ilyen, 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 hogy mondják, ezt villamos problémán való vekengés van, hogy most hogyan kapcsoljuk a, a váltót, hogy hogyan hal meg a kevesebb ember, meg mint, tehát ilyennek sorozatából áll a film. Közben Azért vegyük észre, hogy például ez a Robert nevű fizikus, meg noplánna a hat másik ember, akiből a legénység áll, meg. A, tehát ezek konkrétan ennek a fizikusnak végül annyi lesz a dolga, hogy a legvégén egy alkalmas pillanatban egy keverő megnyomjon egy gombot. És közben egyébként olyan mesterséges intelligencia van a fedélzeten, amivel vé, végig el, el, el tri, ami minden tud tehát meg azt is mondja, hogy bocs, még egy, még egy ember van a fedélzeten, surprise, meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy vannak, vannak ilyen dolgok, hogy, hogy egy, tényleg egy mesterséges agy vezeti az egész küldetést, és akkor felmerül kérdés, hogy ez tipikusan, tehát amikor be kell juttatni egy bombát a napba, ez, ez tipikusan az a projekt, amihez az égvilágon semmi szükség nincs arra, hogy emberek legyenek a fedélzeten. És ráadásul, hogy gyakorlatilag mindent egy automata csinál végig, és a fizikusokat minden áron, mindenkivel szemben életbe kell tartani, mert csak ő tudja ő tudja működésbe hozni a bombát, mert ő az egyetlen ember, őt mindenképp meg kell védeni, de mondták, hogy itt nincs demokrácia, hanem mindig a legszakavatottabb ember dönt, ez a fizikus, és mindig a leg, neki kell egyedül túlélnie, mert ő a fizikus, mert ő ért a bombához. És de hát a független kiküldik üssétára. Igen, igen, de amikor konkrétan detonáltatni kell a bombát, akkor azt, akkor érted? Tehát azt, ez egy három éves gyerek meg azt tudná csinálni. mértékben nem értem. Igen. Mert ö, erre nem is ez volt a terv. Tehát ugye, lecsatolja a bombát magára az űrhajóra, aztán ugye Kiugrik, átugrik, hogy ő mégis megy a bombával, de ugye eredetileg nem ez a terv, tehát hogy eredetileg Persze. is valahogy távolról, tehát nem igen, igen, ott igen. Tehát ez olyan, mint amikor Bruce Willisnek az Armageddon végén ott kell maradni, amely nem működik a rádió, és kézzel kell megnyomni a detonátort, ez ugyanaz a marhaság. De hát, de, de könyörgök, tehát hogy. hogy, hogy, hogy... Mi lehet az, amit, amit egy képzett űrhajós vagy, de, de mondom, egy, 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 gép, egy mesterséges intelligencia ebben a detonálhatásban ne tudna megcsinálni. Tehát, hogy, hogy annyira hiába valónak tűnik az egész dráma. És ez már 2007, tehát azért I, akkor is voltak persze. Mert robotok. Hogyne, hát 2007-ben már, hát nem azt mondom, hogy a Sirivel már lehetett beszélgetni 2007-ben, de majdnem. Hát jó, de egy gombot, egy gombot az meg tudod meg, hát még én, is csak az az Igen, mert mégiscsak egy science fictionről beszélnénk. Na most, most persze égi mechanikailag is vannak, tehát az, hogy, 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 ez, ez mit csinál ez az űrhajó? Tehát először azt mondják, hogy hogy, hogy hint a mennek a Merkurhoz. Most hinta manővert azt úgy csinál igen. az ember, hogy most vagy az repülésének a sebességét, vagy az irányát, de leginkább mindkettőt meg akarja változtatni. Ami általában úgy szokott kérdezni, hogy egy bolygó mellett közel elrepül egy űrszonda, de nem áll bolygó körüli pályára. Most ezek még elkezdenek a Merkur körül keringeni, értelme ennek kevés, mindegy, azzal csak energiát lehet veszíteni, hogyha annyira lefékezel, hogy, hogy bájára el egy bolygó körül, aztán még egyszer bejutod a hajtónulját, hogy legyere arról a pályáról, de aztán még egy furcsa dolog van, hogy jaj, jaj, keringünk a nap körül, jaj, mi történik? Keringünk a nap körül, old ki a bombát, és akkor a bomba majd leesik. Mert az űrhajó sajnos kering a nap körül. Most ez mi? Tehát ez is, ez, ez is elhangzó, és lehet, hogy félreértettem valamit, de van egy ilyen helyzet, hogy ki kell oldani a bombát, és akkor az nem kering onnantól kezdve az űrhajóval együtt a nap körül, hanem mit tudom én, az beleesik. Vo a, a bombán is voltak. Hajtóművek. Hajtóművek, igen. és akkor az. Ez... Persze azokat rossz irányba gyújtották be. Azt jelzem, de már. Hát ugye minden, az rossz egyet, ugye megtalálják, ami azóta is kering a napon. Így napkerül, van. Ugye. Jó, ne és jó. rá is dokkolnak, át is mennek, ugye? És úgy, úgy történik meg ez a ominózus eset, hogy a zombi bácsi átmegy. Igen. És ha már itt tartunk, azt mindenféleképpen akartam mondani, hogy nem tudom, hogy észrevettétek -e, de pont amikor, igen, dokkolnak, és akkor. Ott a kisebb csapat vagy a csapat egy része ugye átmegy, konkrétan az Ikarus egyre, és akkor ott van, van a filmnek egy-egy képkockára. Tényleg egy mm -hmm. képkockára beugranak, az Ikarus egy legénységéről készült közeli képek. Igen. És Igen, azok. Ilyen, az az, az ilyen, ilyen esnek így ez ilyen, ez harcok sok klubja feeling, abban volt ez, hogy már a film legelején Brad Pitt igen. már a megjelenés előtt bele, bele, van vágva egy-egy és azóta esnek nem tudott, hogy úgy hiszem, most mit láttam, aztán másodjára már igen, és akkor utána, tehát egy kicsit ilyen parás hangulat ott, 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 mindenféleképpen átcsap. És engem ez is megfogott, meg, meg, meg fogod, hogy amikor átmennek, akkor minden poros az űrre és akkor elhangzik ez, hogy ez a, a, a pornak a nagy része emberi bőrszövet. Igen. Hogy hámlott bőr tulajdonképpen. De, de, de oké, okay. meg... csak mennyi ember volt ott? Nyolc Én. ember? Nem most olyan szintű de por van, hogy szerintem egész india lakosságának nincs egy hát, bőre. Hát figyelj, de ez pont ugyanaz nagy, a nagyságrend, mint amit a Manhattan méretű bombával tévedtek. Egy laza egymilliárdos szorzó, vagy néhány százmilliós. <laughs> Úgy látszik, ennyi ebbe a filmbe belefér. Más mér, ugye Furcsa dolog az is, hogy me megint ilyen apróságok, de akkor már hasogassuk a szőrszálakat végül, és hát ezért kapjuk ugye a nagy lóvét. <laughs> de hát a, mi, mi a helyzet, hogy, hogy, hogy mesterséges gravitáció? Tehát hogy mi, mi van ezen az űrhajón? Most ugye látjuk, hogy az űrhajónak vannak forgó részei, de azt is látjuk, hogy ezek az emberek úgy nem ott sétálgatnak, tehát nem egy forgó körgyűrűben sétálgatnak össze-vissza. Amikor ott kiállnak nézni a napot, akkor a napnak a képen az nem a forog, ekkor. tehát az, az persze kivetítővel mindent lehetne trükközni, csak ott azt mondják, hogy hogy bizony ez a napnak a közvetlen képe, és azért kell a szűrő, hogy ne vakulj meg. Tehát ott van egy ilyen observation deck, vagy micsoda, egy ilyen kilátóhely, ahonnan te szemlélheted a napot, úgyhogy közben ott áldogálsz, de az egész az egyáltalán nem forog. Tehát különben látnád a napnak is a képét forogni, de nem látod. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok furcsaság van ebben. De hát mondom, ezt tökre meg lehetne bocsájtani, hogyha más dolgok amúgy rendben lennének. Tehát, hogy, hogy nem tudom, de... Őrsét a ruha. Igen. Na most, űrsét a ruha. Nekem ez nagyon furcsa volt. Tehát miért, miért kéne ilyen aranyszínű uh, R2D2 nak ki az, az a haverja? Three, three, úgy three, úgy three, néztek three, ki. Three, three, ja, szép, úgy néztek ki az emberkék, és volt ilyen nagy csőrös fejük. És, és a középkori és csík, lovagokra emlékeztető ja. csíkszerű ízen kukucskáltak ott ki. Igen. Meg a ugye, csa Most, hogyha egy olyan sisakba kellene dolgoznom, hát. nem hát Rémidegesítő. És ugye ennek van valami man, értelme, vagy aranyszínű? Hát ugye az űreszközök külsején szokott lenni ez az aranyszínű kevlár fólia, az egy fém visszaverő fólia. Ennek tulajdonképpen elképzelhető, hogy, hogy van értelme. Jobb a fény visszaverési képesség. És a hő visszaverési például. Hogy miért kell annak konkrétan aranyszínűnek lenni, azt nem tudom, de az nem tűnik egy teljes hülye ötletnek, hogyha valaki nagyon közel megy a naphoz, a naprendszer belső részébe, a Merkur pályáján belülre, akkor, akkor ott minél jobb fény fényvisszaverő valamiket kell fölvenni természetesen. Tehát Na jó, de én még azt tanultam, hogy az albedó az mondjuk a legfehérebb, mondjuk a havas a legerősebb a fény képessége. képességet. Tehát Igen. az abból indulnék ki, hogy ugye valami. A legfehérebb, a fehér, a legfehér fehér, fehér. fehér. Hát, szint. Aminek mondanám. a legtökéletesebb a fényvisszaverő képessége az egy tükör. Tehát igazából minél, minél jobban tükröz, annál jobban visszaveri a. A fény. Tehát én azt gondolnám, hogy szerintem. Valami lédigaga lédi jelmezbe kellene, hát valamilyen Persze, És ha megnézzétek, hogy az űr. Ür... CD-lemezeket kell. Igen, felvenni. hogy a műholdak uh -huh. hogy néznek ki? Hát azok nem emberek, de de hát vannak ilyen aranyszínű, mondom, fóliába, vagy kevlár, vagy milár fóliába csomagolt üreszközökkel. Dunát lehet rekeszteni, tehát ez önmagában nem, nem teljes hülyeség. Amúgy az is egy érdekes kérdés, hogy milyen lenne ennyire közel repülni a naphoz. Hát egyébként van olyan űrszonda, ami ezzel összemérhető közelségbe jut a naphoz, mint ahol ők járnak a film elején, tehát a Merkur pályájánál lényegesen beljebb, az a Parker Solar Probe, ember nélküli üreszköz, ami hát mondjuk néhány nap sugárnyi, tehát nap, vagy hát mondjuk úgy, hogy nap átmérőnyi távolságra megközelítette a napot. Ugye a nap az baromi nagyám, tehát ez egy, egy millió kilométer átmérőjű gömb, vagy is nagyobb, tehát hogy, 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 hogy... de mindegy, szóval azért az, az azért az több, több, tehát több napát mérő annyira, de, meg, de azért, azért az mégiscsak nagyon közel van, védzöns értelemben. És akkor ott is persze, egyébként azt jól csinálja a film, hogy nyilván kell bazi nagy fény visszaverő pajzs. Egyszerűen azért, hogy az űrhajó ne melegedjen túl. Tehát akkor már kezdjünk el pozitív mondani. Tehát, hogy hogy az jó dolog, hogy van, van, hogy ezt jól érzék, hogy kell egy pajzs, és ez nagyon fontos, hogy az folyamatosan jó irányba legyen tartva, mert különben baj lehet. Ez jó. De akkor már akkor felmerül a kérdés, hogy ha minden jól ment minden terv szerint menés is leadják az egész bombát, aminek az elején van a pajzs, ugye, ha jól, jól értem, és ők visszafordulnak, akkor pajzs nélkül hogy mennek haza? Én úgy értem, és egyébként ezt látjuk is a film végén szerintem. Hát ez egy érdekes, tehát én úgy láttam, hogy a levált űreszközön is van pajzs. Tehát lehet, hogy akkor az, két része van lehet. a pajzsnak, így hamburgerszerűen. Tehát, hogy lehet, hogy van ez az óriási nagy menheten átmérőjű golyó. Ugye van az elején egy pajzs, van a hátulján egy pajzs, és a hátulján mögött van az űrhajó, amivel adott esetben haza lehetne jönni. Igen. Amúgy kérdezted, hogy milyen a hajtása van. Na most ez megint csak az, hogy ez az űr, erről nem esik szó, de, de itt valószínűleg nukleáris hajtásról van szó. Nem túl meglepő. De azért azon. van ez, ez a hosszú. Így struktúra, van. Ugye? Így van, pontosan. Tehát, hogy amit ezt ugye akartam van. mondani, hogy ugye ez az űrhajó is úgy néz ki, mint ahogy egyébként más filmekben is láttunk már ilyet, amit általában megszoktam dicsérni, hogy ez nem hülyeség. Az úgy néz ki, hogy pont azért, hogy magának a hajtómű működésekor keletkező sugárzás az minél messzebb legyen az űrhajósoktól, Ezért aztán ilyen ho hosszú rács szerkezet, tényleg olyan mint a nemzetközi űrállomásnak a bordázata, csak hogy az egyik végén van a lakóegység, és a hát ujján a hajtómű. Ez tipikusan akkor szokott kelleni, vagy akkor kell majd a jövőben, hogyha nukleáris hajtómű van. Tehát, hogy hasadásos hajtómű. Mondjuk, hogyha mehettem méretű bombát viszünk egy nukleáris hajtóművel, akkor azért oda kell kakaó a ja, hajtómű. Hát na, ez egy nagyon durva dolog tényleg, hogy, hogy a haza azért még annál is nagyobb kakaó kéne, mint amit Ebből tehát egy kicsit úgy néz ki, hogy ahhoz képest, hogy mekkora az a golyó, ahhoz képest kifejezetten picinek tűnik az űrhajó. Úgy kéne kinéznie, mint egy ilyen súly, orbitális nagy súlyzónak, hogy az egyik felén egy hát igen. reaktor, másik felén meg egy bomba. Hát bizony. Szóval eh, eh, ráadásul tényleg mondom, hogy az urán, hogyha tényleg azzal van nagyrészt feltöltve az a cucc, az azért nem egy könnyű anyag. Tehát a, tehát azért konkrétan... Sőt, a relatíve nehéz. Igen, tehát gravitációs szempontból is egy, egy igen komoly méretű kisbolygónak megfeleltethető valami. Hát de ilyen. biztos egy kevés sötét anyag is volt benne, és akkor... <há> hát ez, az, igen, ezt 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 mindig, volt mindig benne, van egy bonyolultabb megoldás. De egyébként, igen. egyébként, hogyha már itt tartunk, tehát hogyha nem urán, akkor ugye vannak más hasadó anyagok, de az azért csak, csak az urent lehet ilyen, ilyen, tömegben a Földön megtalálni. Hát persze, de plutóniumot lehet gyártani például. Tehát hát de e... reaktorban. Reaktorban. Ugye ezt nem részletezték ki, tehát ugye... Nem, csak nem, ugye ha azt nem mondták, hogy kibányászták akkor plutóniumot nem tudsz bányászni. igen, jó, jó igazad van. De, de amúgy persze teljes mértékben nonsens az egész. Tehát, hogyha... ugye nyilván az a gömb, az nem csak a, a nyersanyaggal van tele, értelemszerűen, mert eleve nem pakolhatsz egybe annyit, mert az már <laughs> akkora kritikus tömeg, hogy tehát az ugye maga, tehát ugye az atombombánál is az a helyzet egyébként, hogy van egy ilyen kosárlabda, vagy még annál is ki, focilabda méretű gömb, mondjuk, egy urán esetében, és akkor az kör, és ugye maga a detonáló egység, ami ezt ugye összeroppantja például egy implózió révén, hogy hogy ez izé, majd majd esetleg ki, kicenzúrázzák azt, ami nem nyilvános. <laughs> szóval a lényeg az, hogy, 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 maga, maga a robbanó töltet azért sokkal nagyobb, mint, mint a, izé, a nyersanyag, ami benne van, már a robbanóanyag. De hát azért minden esetre az, a inkább, a, inkább azt hangsúlyozzuk, hogy, hogy Hát a nap meg se érezne egy ilyet. Tehát a nap a története során az többször elnyelt, valószínűleg bolygó méretű, tehát menhet tenni lényegesen nagyobb testeket. Él és virul, és meg csak azt se lehet mondani, hogy ez számot tevően befolyásolta volna bármilyen módon a belsejében zajló folyamatokat. Na de most, hogyha már itt vagyunk a kabinnel, meg mondhatod, hogy ugye ez, ez is egy kicsit búzsítálás volt, hogy nem nagyon értjük, hogy hogy lehetett a gravitáció. A gravitáció, nekem ami feltűnt a film elején, tehát, hogy űrben vagyunk, és konkrétan ilyen koreai barbecue tart az egyik. Izé. A főzős kézés. És főzős kézik a, a, a mm -hmm. űrhajon, ami én örülök, hogy hogy, 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 hogy maguknak termesznek répát, meg mindent, de könyörgöm, csak próbálj meg megsütni egy téket otthon, vagy egy, vagy egy, egy hemendexet, békönt megsütsz a tojáshoz, és az olyan szintű gőz felszabadulással jár, meg olyan szintű ö, ilyen apró zsírdarabkákkal, hogy szerintem ez, az, az, konkrétan ott lenne vége a missziónak, hogyha egy ilyet megcsinálja. <laughs> Ezt nem szoktam ilyeneket látni valamiért. Tehát, igen, igen, meg ugye az űrkaja nem véletlenül űrkaja, hogy jó, de azért... hát onnantól, hogy gravitációs környezetet biztosítasz valami csoda folytán, akkor onnantól azért más a helyzet. Tehát ugye az iss nyilván nem lehet úgy főzni, de például az se igaz, hogy mondjuk felfele száll a meleg levegő, mert súlytalanság van. Úgyhogy, úgyhogy például ott uh, ugye ez gond. Uh, úgyhogy keringetni kell a levegőt. Hogy, de, de nyilván nem lehet barbecuezni, de mondjuk egy ilyen helyzetben, hát most, tehát, tehát, nyilván a hangulat az inkább hasonlít egy, egy nem tudom, egy, 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 anyahajóra, vagy nem tudom, de ott, ott is, hát, tehát mondjuk egy tenger alatti áron sem hiszem, hogy barbecueznak. Akkor talán inkább az az analógia, hogy mondjuk izé, nézzünk jó filmeket, például akkor már Vadászat a Vörös Októberre például, ez egy klasszikus jó film, a tenger alatt járó. Nehéz elképzelni azért, hogy ott a barbecue-t nyomatnák nagyon, de pedig... Én csak így föltört bennem az épületgépész, hogy azért ott az elszívott, az elszívott, <laughs> ö, elszívott ö, ezt a, ezt a zsí, zsíros ö, vízgőzzel teli elegyet valahova azért el kell rakni, tehát... uh -huh. Igen. Hogyha, hogyha még jelenleg ugye problémát okoz a, a az elhelyezése, az nem mindig. Hát jól van, hát az 50 öt, ötven év múlva, lehet, hogy lehet barbecuezni az űrbe. Igen. Csak ugye el... még egyszer az egyik szokolébeztőben megemlítetted, hogy még ugye meg lehet tervezni a, a holdra szállós WC-t, még azt se tervezték meg. Hát Vagy a, a hold, hold Orbiternek a WC-jét. Jó. Hát igen, de majd, hogyha az emberiség jövője lesz a tét, akkor lehet, hogy melléktermékként a barbekúzást is kitalálják. De egyébként visszatérve még az Új a című filmre, ott is ugye, ott ez a nagyon hosszú távú űrrepülés mutat be, és ott is kb. ilyen olyan kajákat esznek, ami sokkal reálisabb szerintem, hogy ilyen különböző szószokat, meg ilyen zseléket, ami egy nagyon jó ilyen MRE, tehát ez a Me Ready To Eat, ami uh -huh, sokkal uh -huh. inkább reális szerintem. Ha már, ha már említetted, Géza, hogy igen, hosszú távú. Itt az idő, idővel amúgy jól állunk, mert ha jól emlékszem, talán ilyen 7 évet említett ö, ö, a főszereplőnk, amikor elküldte az üzit, ugye, az utolsó üzit, uh -huh. amiből aztán balhé lett, mert a Chris Evans karaktere már nem tudta, hogy persze azért messze van, de szerintem a 7 év az, az nem sok, vagy ez reális, Miki? Nézzétek, ilyen... hát igazából lehet reális, de sok, sok, is lehet. Tehát az a vicc, hogy az ember hogy megy közel a naphoz. Ugye ahhoz, hogy az ember a napra rá tudjon esni, vagy rádobni egy bombát, ahhoz ugye fékezni kell. És az az, ami sok energia. Tehát gondoljatok bele, a Föld az ugye egy év alatt esik körbe a napot. Ugye? Most, hogyha egy űrhajó az elindulna a Föld, Föld pályájáról, de mondjuk lefékezne, tehát úgy, hogy a Föld keringési sebessége helyett mondjuk a naphoz képest nullára csökkenne a sebessége, akkor az nyilván egy egyenes vonalon beleesne a napba. Tehát akkor, hogyha egy akkora lassítást adnál neki, mint a Föld, hogy a Föld keringési sebességét ugye kivont ki belőle, ugye, tehát az egy rohadt nagy lassítás, akkor ugye mondhatni, hogy nyílegyenesen beesne a napba, most, most ugye ez nagyjából mennyi ideig tartana? Hát én úgy számolom, hogy olyan negyed évig. Tehát egészen konkrétan, hogyha, hogyha egy ak ak annyira rá tudnál lépni a fékre, hogy hogy egy izé puty, és akkor megszűnne a keringési sebesség, és akkor innen, tehát 150 millió kilométeres távolságról szépen rápottyantanád az űrszondádat, vagy az űrhajódat a napra, a becsléseim szerint az olyan 3-4 hónap alatt elérné a napot. Most nyilván itt nem ez történik, mert pontosan ez az, hogy azért baromi nehéz egy ilyen fékezést megcsinálni, és a Parker Solar Probe, amit emlegettem, az sem úgy ment ám a naphoz, hogy, hogy, izé, hogy, hogy azonnal rálépett a kakaóra, hanem ott is mindenféle bonyolult hintamanőverek sorozatával csökkentették a sebességet. És ugye erre való próbálkozást látunk a filmben is, csak láthatóan a forgatókönyvírők nem értették meg, hogy mi az a hintamanőver. Tehát az, hogy Brian Cox elmagyarázta a forgatókönyvírónak, hogy hát igen, itt egy bolygó mellett erre pülve tulajdonképpen lehet mondjuk sebességváltozást elérni, és az akár persze lehet a sebesség nagyságának a csökkentése is ebben az esetben, csak iránykérdése az egész. És akkor igazából a valóságban a Vénusz és a Jupiter, a, Vénusz, bocsánat, a Vénusz és a Merkur melletti lendülések, és aztán vissza a Földhöz, tehát úgy is lehet, tehát ilyen lendülések sorozatával lehetne egyébként annyira lecsökkenteni az űreszköz sebességét, hogy bele tudjon potyanni, vagy potyantani valamit a napba és ez simán lehet, hogy eltart egy hét évig. Tehát ez, ez, ez még a hihető kategóriába sorolnám. Tehát ezen speciál, a többi dolog mellett ezen én nem akadnék fönn. Viszont rohamosan fogy az időnk, én még arról mindenképp szeretnék szót ejteni, ugye amikor átmennek az Ikarosz egyre, és akkor utána onnan vissza kell jönni, mert valahogy leszakad a kettő üreszköz egymásról. És akkor egy fontos, brilliáns ötlete lesz az egyik emberkének, hogy ő, mivel nincs csak egy űrruha, hárman vannak, az egyik ember ott marad és manuálisan kinyitja a, a kaput, ezáltal a bent levő ö, nyomás az kilöki őket a másik űreszköz felé, és az egy, egy ember felveszi az űrruhát, a másik pedig betekeri magát ilyen tükrös... Alufóliába. alufóliába. vagy valamivel. Meg, ja igen, bocs, négyen vannak, három megy át, és akkor utána... Ezt azt hiszem egyszer, ezt taglaltuk már, hogy egy, egy űrhalál az nem úgy néz neki, mint amit ott bemutattak. Igen, 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 pont. Én ezt azt akartam, igen, mikivel megbeszélni, hogy múltkor ugye, igen, a Mars mentő akcióban ezt szerintem ezt taglaltuk, vagy egy nagyon hasonló igen. jelenetet, és Miki mondta, hogy, én pedig bármennyire szeretném, vagy, 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 akarnám, hogy nem lehet életben maradni, de tessék, látod, a Chris Evans megcsinálta, és egy picit bibis lett az újja. Az újja, de úgy, hogy az arca kilógott, érted, de az újja bibis lett. Az arcát eltakarta, mert el ezt csinált, és akkor úgy hát vette egy mondaná. nagy levegőt, és uh -huh. csukva tartotta a szemét, ugye ezek voltak nem, a, az a még rosszabb, ki kell fújni, ki kell Igen. fújni az utolsó köpszenti levegőt is, és... Mit um, nem tudsz, Szóval, hát de hogyha most neki sikerült, hát, jó, most ő Amerika kapitány, meg minden, de akkor is. Igen, igen, az nem volt színpia, amúgy, hogy milyen görcsösen akart ő visszajutni az űrhajóra. Ott féltette a szaros kis életét. Nem. Na nem baj. A lényeg az, hogy, hogy, azt kell megérteni, hogy a világűrben vákum van. Ez azt jelenti, hogy ugye tudjuk, hogy a, ah ja, az ember meg nagyrészt vízből áll. Tehát a vérünket is beleértve. Na most ugye azt ugye tapasztalhatjuk, hogy hogyha fölmegyünk a magas hegyekre, akkor ugye már alacsonyabb hőmérsékleten, is elkezd forni a víz. Egészen egyszerűen azért, mert kisebb a nyomás. Tehát az, hogy még hol forra a víz, az nem csak a hőmérséklettől, hanem a nyomástól is függ. Na most, hogyha a nyomás az konkrétan nullára csökken, az lényegében azt jelenti, hogy bármilyen hőmérsékleten tulajdonképpen elford. Tehát tulajdonképpen az ember most függetlenül attól, hogy odakint éppen mínusz 200 fok van-e, vagy plusz 200, mert attól függ, hogy éppen süt-e a nap, vagy nem, most ezt hagyjuk is. De a lényeg az, hogy hogy vákum van, és ez azt jelenti, hogy azonnal elkezd elforni az embernek a vére. Tehát kitágul és felfor, tehát az ember belülről tulajdonképpen felfúvódik. És ezt képest itt is inkább ilyen, itt is, mint a Hollywoodi filmek 95%-ában. Gyors mélyfogyasztás. Igen, tehát igen, ilyen fagyási el, sérülés fogy... Egy volt űrhajós, igen, Nem egy felfújt űrhajóst látunk. Aki szétszakadt bőrrel. egy, egy meg gyönyörű izé... szép, tehát egy gyönyörű igen. szép, ilyen, ilyen fagyott öcsit látunk. Hála istennek, amúgy, mert így is elég horrorisztikus igen. a film, és, és, és lehet, hogy nem bírtam volna. Főleg, amikor belakad a karja valamibe, és. Majd hát, ilyen... a lába, amikor lába? ott az lába? van, hogy, 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 a, hogy vissza kell rakni az alaplapot a számítógépbe, és tolja be. ez és... már. Ja, igen, ez másik, de igen, De persze, igen, igen. minden van ebben, borzasztó. Nem, semmi, Megtekintése semmilyen korosztály számára nem ajánlott. Na csak hogy ugye, hogy pont, pont a, pont a szemére fókuszál a kamera, hogy így megfagy a szeme, és én egy kicsit azt vártam volna, ugye, hogy mivel a szemnek a, a szembe is ilyen vizes ví, zselé van, tehát az olyan szépen kidurranna egyébként. Hmm. De. Sajnos. Azt, azt, azt megmondom, hogy honnan vették a Holnap után című filmből. Ott volt, hogy, hogy így a jég előbb és akkor így folyamatosan fagyott meg minden, ugyanúgy fagyott uh -huh. meg az űrhajósnak. Ami a oké, is. tehát a földön rendben van. De amúgy az egész alaphelyzet, ha megnézitek, Függetlenül attól, hogy itt mindenki meghal, de azért ez eléggé armageddonos. Tehát ott is az van, hogy egy ember marad ott, a Bruce Willis, hogy megnyomja a gombot a végén, és akkor végül ezen múlik minden. Tehát itt is azt mondta a rendező, ugye azt mondta a, 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 a filmnek a rendezője, hogy a Danny Boyle, hogy hogy őt az ragadta meg az egészben, hogy egy olyan drámai helyzet áll elő, amikor egyetlen egy emberre múlik az emberiség fennmaradása, és hogy ezt akarta ő kimaxolni, és ezt akarta bemutatni. És hát ugye láttunk már ilyet. Nem, azért ez, na, tehát jobb, mint, <laughs> jobb, mint az Armageddon, Annál jobb. Nem? Szerintem nem. Beszél, beszélti erről, Miki, hogy ugye egy, egy AI, vagyis hát egy, 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 egy igen. automatika is meg tudta volna nyomni a gombot. Érdekes, hogy a film végén ugye úgy jönnek rá, hogy pinbacker ugye a, a. nem teljesen elégett, mert ugye az kiderül, hogy az Icaros egynek a, a személyzete túl föltekerte a brightness-t a napon, és hát azon a kijelzőn ezt meg égtek. Hát ha csak nem a parancsnok tette el azokat is lávaló. De ő is megégett, tehát pinbacker, egy, is. Ilyen, egy ilyen égett ember, aki ilyen, ilyen szuper szuper ember lesz, tehát ilyen szuper mutáns lesz, mert ő tulajdonképpen átjön a másik űrhajóra, és erre úgy jönnek rá, hogy a, az automatika mondja, hogy konkrétan nincs elég oxigén, hat embert mond, hat embernek a... akkor már szerintem csak négyen volt. Ez is mennyire kretén. Összeszámolja, és mondta, hogy de hát mi nem annyian vagyunk, és akkor de tényleg annyian vannak, és akkor kiderül, hogy egyik ember, ugye ott van ebben a napszobában, és ez a Pinbacker volt, ami a, mikor 1 egynek a kapitánya. Igen, de most ez, tehát nem az hogy az AI szól, hogy izé ismeretlen organizmus lélegzik a fedélzeten, riadó, riadó, hanem az, hogy ja, nem lesztek életben, Várhatóan, várhatóan 16 óra múlva mindenki meghal, a, nap, a bomba célba juttatásának ideje 19 óra. Hát az nem lehet. Hogy lehet? Háromszor is kiszámoltam, hogy négy embernek elég ennyi az okszigan. Ja, jut eszembe. Van egy ötödik ember a Ez <coughs> <coughs> Olyan jó van. Mesterséges intelligencia. Szegény, szegény Mark Strong alakítja ezt a Pimbecker karakterét, hát felismerhetetlenségig, nem is azt mondom, el van maszk, de még a maszk sem se olyan, olyan, olyan vizuális, nyilván utómunkás torzításokat pakoltak rá, hogy nem is lehet Túl nagyon sok sok kivenni. De ezt tudod, hogy mi, figyelj, figyelj, van egy ilyen megoldás, hogy annyi annyi sugárzás szívott magába, hogy hogy a többi ember sem tud ránézni, nem, nem tudnak ránézni emiatt, és ezért látjuk, mi így. A napba lehet nézni, de rá nem. Hoppá! Hoppá! De ott a napra is csak akkor, ha kétszázalékon és ugye, hagyod. És, és ugye ez mennyire igaz? Mert ott van a Cliff Curtis, ugye, Searle, aki ugye úgy kezdődik az egész film, hogy ott ül abban a napszobában, és akkor neki mondja, hogy most ez kétszázalék, de 70 vagy százaléknál már meghalni, és ő maradott az Ikarosz egyen, és ez szerintem ez, egy, ez brilliáns része volt, része volt a filmnek, hogy oda megy, és most nem használom ezt a sződö föl, unja a zsalugátert, és akkor így meg ő kérdezi a kapitányt is, ugye, aki kimaradt szegény, mert nem tudja az egyik ajtót be bezárni, és akkor mit lát, de mit látsz, vonal, hogy mit látsz. Igen, igen. Kicsit, kicsit ilyen, ilyen perverzen érdeklődik a, a, nagy napfény iránt, amit nem tudom. Semmit, semmit, kurva világos, semmit. De igen, tett. de, Chuck Norris évente kiválaszt egy szerencsés gyereket, és belehajítja a napba. Ez, ez jutott eszembe. Ez <laughs> akkor mondjátok el, hogy, hogy tízes skálán hányasra értékelnétek ezt a nagyszerű alkotást. Tudom, hogy a Norbi tízből kilences, mert ugye ő ajánlotta, de mindegy, mondd Norbi, te, te hanyast adnál nekem. Nem, a nem, hát az annyira nem, mert tudjuk, hogy nyilván a tíz az a tökéletes film, ami nincs, a kilences azok tényleg a világ legjobb filmjei. Tehát azért, hogyha így megpróbálok egy ilyen, egy ilyen skálán belül, akkor mondjuk legyen egy Hét. Én hét. Na, hét. Hm. Aztán És miért majd... hét? Tehát azért hetet adtál jobb filmnek is már. Het, hetet jobb filmnek? Hát lehet, de akkor melyik volt? Nem emlékszek. Nem hogy melyiket. Írni fogjuk. Lesz, adok? lesz. Csinálunk majd egy táblázatot majd. De én, nem, én, én alapjáraton el kell nem szeretem, nem szeretem, ez, ez túlságosan leegyszerűsítő. most úgy, nem, egy kb. egy, órába összefoglaltuk, ugye, hogy mit gondolunk a film, és ezt nem lehet egy számmal kifejezni. Úgyhogy a szórakoztató faktora miatt hét, tehát nekem, nekem bejön a dolog, bár az igaz, hogy a film utolsó harmada szerintem az, az ami gyengébb lett, hogy átmegyünk akkor egy kicsit ilyen, 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 üldözős horrorba. Szerintem itt az, az egy kicsit ugye a súlypontot, ugye a film első felé, belső kétharmadában, ugye mi a, mi a, gonosz, vagy, vagy mi ellen harcolnak, ugye a világűr, meg az elemek, meg, 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 ilyesmi ellen. És az utolsó harmadában ugye meg vissz, lecsökken ez, ez, a, ez, a, ez, a, súly, hogy, hogy jön ja, a pinbacker, és akkor lekésel le minket azzal a kis, kis szikével. És ez, ez, ez visszalépés. Úgyhogy emiatt szerintem az utolsó harmada gyengébb a filmnek, tehát az eleje sokkal jobb, de még így is szórakoztató. Igen, hát itt itt, itt rejlik köztünk a fő különbség, hogy valószínűleg teljesen mást értünk az alatt, hogy valami szórakoztató, mert nekem konkrétan fájdalmas volt nézni, de nem csak a tudománytalanság miatt, hanem konkrétan én, én nem tudom, biztos nem, nem tudom, előjön belőlem a boomer, vagy nem tudom mi, de hogy nekem, nekem konkrétan mentálisan fárasztó volt megnézni ezt a filmet, és nem, nem éreztem azt az örömfaktort, hogy ez. tök jó. hurrá, megmenekült az emberiség a végén. Na, és csak már vártam, hogy úristen, csak legyen már vége. De egyébként egy nagyon. Megmenekült az emberiség egyébként? Igen, Tehát kisütött aki, a nap a végén. Kisütött a nap. Oké, okay, a, a nap, de az lehet, hogy ez fölvillant, az utána pff, teljesen. Új neveddel legalább a... ezt tőlem, Géza. Na mindegy, jó, annyit. Megmenekült, azt mondom, jó. legyen akkor egy hármas. Csak azért mondod, Miki, mert nyár van és meleg van, majd nézd meg télen, amikor hideg lesz, és akkor jobban fogad értékelni. Van az a pénz. <laughs> Na de Géza, te, se, te sem úszod meg. Na, hát akkor akkor ugye így a végén akkor én is összefoglalnám, el is mondanám, tehát én ilyen 10-ből 4 adnék ennek a filmnek. Azért kapna ennyit ez a film, szerintem ez borzalmas ez a film, tehát én is hasonlóan, <laughs> hasonló kínokat éltem meg, amikor végig kellett néznem na, nagyon kevés dolog volt, amit, amiből így, tehát amire azt tudtam mondani, hogy na jó, tehát minden olyan volt, hogy eh, ezt így, hát, hát jaj, ú, jaj, 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 jaj. Így, így, néztem végig a filmet. A karakterek számomra, nem tudom, tehát, ugye, ak, akit mondtam, aki, vég, aki a naphoz, ugye Cliff Curtis, én őt a Fear the Walking dead Deadből ismertem, de ő is egy ilyen fura figurát játszik, mindenki fura benne, tudományt nem fedeztem fel a filmben, nem tudom, hogy miért kellett belevinni ezt a zombi horrort, ez, ez full fölösleges volt, szerintem ezt meg lehetett volna csinálni, egy, egy, egy minimális, tehát ha, 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 nem viszik bele ezt a részt, hanem hogy mondjuk összekapcsolják még az ikaros egyel, és akkor úgy föl tudják, bele tudják vinni a napba, és fölrobban, az tökéletesen jó lett volna, de szerintem ez így nagyon-nagyon ellett ez baltázva. Esetleg még ellenük Színű. fordult volna az AI, mint hogy a 2001 űröd összejának is tisztelegjünk. Igen. Esetleg, igen. de hogy tényleg, igen. hogy átjött egy másik faszi, és akkor ott izé lemészárolt, lemé... mészárolt, aztán a végén bele, beleesett a napba, és megnézte a balásút Tehát így... Betekere, betekerem magam alumíniummal, és akkor majd átmegy egyik űrhajóból a másikba. Tehát azért na. Na, azért na. de jó, azért aranyos. És megnéztük mi... az Európát, bocsánat. Igen. Európa sem tetszett annyira. És az is hasonlóan unalmas volt, mert ott is ülnek egy szobában, beszélgetnek, de legalább ilyenek nem voltak, hogy korai barbecue valaki, ezt nyomnyogunk meg eszünk. Itt a tudomány rendben volt, meg ott nem ilyen epilepsiás roham közelébe sodró, stroboszkópos, üvöltözős horror parádéba torkolt az utolsó de az fél óra. a napnak a nagyon erős gravitációs terét próbálták így bemutatni, hogy ott a téridő már... Jaj, na most jupiter is lehet, ne, lehet ilyen. Ne, ne, ajj, ajj. Ha még ez is benne van, akkor meg még rosszabb a helyzet. Nem, lehet, hogy nem tudom, de csak egy hogy, hogy talán ezt Nehezen a csávó, miközben az űreszköz esett bele a napba, tehát praktikusan súlytalanságnak kellett volna, hogy legyen, és akkor valószínűleg azt is azt gondolták, hogy na most mutassuk meg, hogy közel van a nap, és már itt nagy a gravitáció. De ebben már bele sem mertem gondolni. Holottam amúgy, kedves gyerekek, ha beleestek a napba az űrhajóval együtt, akkor lebegni fogtok. Na, nem baj. De ezt aznak üzenem annak a szerencsésnek, akit Chuck Norris idén belehajított. És hát ugye a másik, ugye egy, egyik kommentelőnk is mondta, hogy nagyon várnám már, hogy a napfényt kibeszéljük, hát most kibeszéltük. Hát én a napfény ízét szívesebben kibeszéltem azt volna. Azt én is, azt mert én imádom azt a sokkal filmet, Csak éppen nem. semmi közel a science fiction <laughs> History fiction mondjuk annál inkább. Tehát remélem, hogy, 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 hogy tetszett nektek ez a kibeszélés, hát szerintem azt elmondhatjuk, hogy Norbin kívül nem nagyon tetszett nekünk ez a film. De neki is csak hetes mértékben tetszett. Hetes mértékben tetszett neki is. Az már egy nagyon jó film. Ilyen. Az már egy egy erős film. Na, hát akkor arra buzdítjuk a hallgatókat, hogy már csak azért is nézzék meg, ha esetleg egy kő alatt éltek volna, mint mi magunk, és nem látták volna eddig a filmet. Nézzék meg, és akkor pontozzák le. Tökre érdekelne engem tényleg, hogy mennyire reprezentálunk mi bármit így hárman, tehát ez tök jó. Én meg meg fogom majd nézni, hogy hány pontot adtam korábbi filmekre, csak azért is majd most hát készülök legközelebb. És az, Ez azért érdekes, mert úgy látom, hogy itt a parallaxissal rámentünk erre a, a Z-kategóriás horror szkifi filmekre. Már Z-kategóriát, <laughs> ez sokkal rosszabb filmek is vannak kint. Kikérem no, a már film fel felkészül nevén a is. meg a Lodonnak a következő. Mert hát ahogy, ahogy látom, tehát parallaxis a legközelebb. szeptember 14-én jelentkezünk, és ekkor az Apollo 18-at fogjuk megbeszélni, mert egy 2011-es horror szkifi. Ez egy, ez egy olyan film, amely egy alternatív valóságon keresztül rep, re, rekonstruálja az Apollo 18 holdmisszióját. Hold a film a holdon történt rejtélyes eseményeket mutatja be, miközben a csapat fokozatosan rájön, hogy nincsenek egyedül. Új, ez a segítség megevett a kő! Ez az. <laughs> hogyha, hogyha megnézik a trélet, egyébként ez iszonyatosan félelmetes. Eh, annul, amikor kijött 2011-ben, én nem mertem megnézni a trélert se. De durva. A feszült hangulatú alkotás found footage stílusban készült, ugye ilyesmi az Európa is, és a kísérleti hold misszió és a paranormális elemek keveredése révén garantálja az izgalmas és misztikus élményt. Tehát ez lesz szeptember 14-én, mi akkor is itt leszünk, most uh, szeretném megköszönni önmagam és kollégáim nevében a megtisztelő figyelmet. Ne feledjétek, hogy az igazság az odakint van. Oly, hogy, még amúgy nincs vége. Most jön a Patreonos rész. Most jön a patronos rész, és csak a sima hallgatóknak is meg szoktuk említeni, hogy amúgy még van még belőle. Mézes madzag. Ilyet szok, igen, szoktuk mondani, hogy tudják, hogy amúgy még amúgy nincs vége. 65 plusz 25, én egy rossz izét néztem. Fantasztikus. Ajjajjaj, <laughs> aj, aj. amikor Ádám hallgatja majd Ú, ezt a de Benne hagyjuk, ilyet nem vágunk ki, ha megemlítitek Ádámot, akkor benne hagyjuk. Ugye? Nem ez volt jó, 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 Na. Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD média készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.